Halló, herzlich willkommen, üdvözöllek benneteket, én Kötvélyesi Hajnalka vagyok, a Kinti Munkavállalók német tanára, és szeretném bemutatni az én német nyelvérzék nevű mentorprogramom egyik tanulóját nektek, Virtné Faf Margitot. Szia Margit, üdvözöllek! Sziasztok! Virtné Faff Margit vagyok, üdvözöllek titeket! Margit, elmondanád először is azt, hogy mihez kell neked egyáltalán a német? Én Németországban dolgozom, betegeket és öregeket ápolok, és hát ott a családon belül helyezkedtem el, tehát nem intézményben, és Értem. kommunikálnom kell a család, a beteggel, orvossal, boltba menni, tehát igazából a napi, mindennapi életnek a teendőit rendezgettem ki. Ez egy nagyon felelősségteljes munka, nyilván extrán fontos, hogy nyelvileg is helyén legyen minden, hisz egészségügyben dolgozol. És ez azt is jelenti a számomra, hogy te mindig más-más családnál vagy, és akkor hol az ország egyik városába, vagy hol a másik településén, vagyis hol ilyen dialektussal találkozol, hol olyannal. Igen. Igazából szinte fél Németországot bejártam, 20. helyen vagyok, Bajoroknál dolgozom, de a Kölnie kivételével mindenki próbálta inkább a hóbtacsot beszélni velem, hogy megértsem őket, de ugye ez nem mindenhol sikerült, de a dialektus, igen. Igen, nagyon különböző. Igen, ez így van. Tenni. Messze nem voltál már kezdő, amikor megkerestél. Igen. Mik voltak elakadásaid? Úna. Elmondod, hogy milyen területen voltak ezek az elakadásaid? A legjobban, ami zavart, hogy nem mertem beszélni. Tehát maga a beszéd, most se beszélek helyesen, meg nyelvtanilag se, de viszont tehát merek beszélni. Tehát a blokk kiment belőlem. Tudom, hogy hibáim vannak, meg minden, de túltettem, és nem érdekel olyan szinten, hogy ez akadályozom abban, hogy beszéljek. És ez volt a legelső, amikor veled találkoztam annak idején, hogy ez kezdett feloldódni bennem, és igen, persze nyelvtanilag, meg nagyon sok olyat tanultam, meg igen, de nekem ez a stressz, a bennem levő blokk, és a fél és a beszédtől inkább. Ez, ami nálam a legjobban mutatkozott az órák után. Nem vagy egyedül ezzel a problémával egyébként, tehát nagyon-nagyon sokan küzdenek, és azt mondom, hogy teljesen normális tüneteket produkál az a nyelvtanuló, aki ilyen érzésekkel megy bele egy ilyen helyzetbe. Ez nyelvtanárként nekem azt jelenti, hogy szakmailag nem az a dolgom kizárólag, hogy valamilyen tudást így beleverjek a tanulónak a fejébe, vagy elmondjam, eldaráljam, elpapogjam neki, hogy mi hogy működik, hanem hogy ez egy könnyed, azonnal bevethető, készség szinten levő tudás legyen. És veled is ezen az úton indultunk akkor el, a munka középpontjából pedig ez a beszéd és a kommunikáció áll, hogy ne arról szóljon egy óra, hogy töltögetünk valamit, te meg csak ott a vonal másik végén bőszen bólogatsz, hanem hogy te dumáljál, a te beszédkészséged fejlődjön, te éljél meg olyan helyzeteket, hogy leblokkoltam, hogy lehetett volna ezt kivédeni, hogy kommunikálom ezt, hogy bátorodok, hogy jutok előre. Egyről beszélünk akkor. Igen. Tehát az biztos, hogy régen, ha valami eszembe jutott egy szó, akkor megálltam, der, ti, das, aha, talán eltalál, akkor melyik az alany, tárgy, eset, minden. Hogyha egyszerűen nem tudtam beszélni. Most ezt elhagyom. Megpróbálom megtanulni a névelőket, de kevésbé foglalkoztat, és próbálok tényleg a beszédre figyelni, hogy beszéljek, és megértik, segítenek, kint is segítenek,
az az igazság, Anni, hogy mikor elakadok, akkor segítenek, és akkor nevettünk egyet, kérdezze, érted? Igen, mondom, nekem az a legfontosabb, hogy megértsék, hogy mit akarok. Igen, így van. Azáltal, hogy ezt a gátat sikerült áttörnéd, hogyan mész most neki egy ilyen megoldandó kommunikációs helyzetnek? Teljesen lazán és könnyedén. Isten, imádom. Remélem, hogy jól mondom, ha nem, akkor most már úgy vagyok veled, tudod, hogy holnap is fel kell a nap, hogyha elvesz. Igen, ez így van, mert hogy sokkal nagyobb értéke van, hogy egy adott információt át tudok-e adni, vagy ahhoz képest, hogy az mennyire volt percnyelvtanilag. Ezzel nyilván nem azt állítom, hogy hibás módon tanulom, de hogy ez a merés, ez a magabiztosság, amivel kiáll az ember egy szituációba, az fogja azt az utat megnyitni, amivel aztán bekerülsz egy ilyen fölhívő spirálba. Mert tudod hajni a szavakat, nem tudod helyettem megtanulni, ugye? Mert az, hogyha én lusta vagyok, és nem gyakorolok, és nem ülök le, és nem tanulom meg a szavakat, abban nem tudsz mit kezdeni. De ezt, amit úgy belém tápláltál, igen, ezt a merészséget, ez nekem nagyon bejött. Szuper, igen, boldog vagyok ettől. A szótanulásra egy gondolat erejéig visszatérnék. Nyilván a tanulás hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy ki milyen módszerrel tanul. És aki kinti munkába gondolkozik, életbevágó, hogy azonnal bevethető tudásra tegyen szert. Első számú szabály, nem szavakat tanulunk, hanem kész, hibátlan mondat mindig a legkisebb egység, amivel dolgozunk, mert az nem csak úgy lóg a levegőbe, hanem rögtön egy adott környezetbe beleillik, és az esetleges többi szó is segíti azt az új, friss szót rögzíteni. Kettes számú szabály, hangosan kell gyakorolni. És ez a szabály, hogy hallod magad először csak így a négy fal között megszólalni, meg egybe kimondani a mondatot, ezeket a gátakat is szépen így kimossa, meg segít eltüntetni. Nagyon örülök ezeknek az eredményeknek, és ha azt kérdezem tőled, hogy mi volt a legnagyobb haszna számodra ennek a 3 hónapos intenzív tanulásnak, akkor erre mit mondasz? A szakmai része, hogy átvettük az összes szakmai részt, tehát amit eddig, ugye ilyen általános könyvekben, meg amit tanultunk eddig, jó a bemutatkozás, meg hogy kimész, meg az önéletrajz megírása, tehát amit az előtt tanultunk, de nekem ez konkrétan a szakmai rész, hogy a betegekkel foglalkozni, hogy ott mik fordulnak el, a testrészek, a betegségek, tehát én nekem teljes mértékben a munkámat. Aha. Tehát nem a konyhanyelv, nem ez, hanem tényleg a munkámra, amit megkaptam, anyagot, meg amit átvettünk. Tehát engem a munkámat segíti. Úgy szó, annál is inkább, mert nyilván nem te vagy az első olyan tanuló, aki ezen a területen dolgozik, és a személyre szabottság az a program megtervezésénél mindig a szemem előtt lebeg. Tehát én azt gondolom, hogy aki olyan helyzetben van, mint te, neki nem valami könyvet kell első leckétől az utolsóig végignyomni, hanem azt tanult először, amire szükséged van a munkához. Ezért úgy tervezem meg a tartalmi részét is mindig személyre szabottan. Ez a te esetedben úgy működött, hogy nyilván nekem is volt egy csomó ilyen mondatom, de hogy tere volt annak, hogy te magyarul, vagy nyilván már azért tudtad, németül leírtad a mondatokat, az kijavításra került, és akkor pontosan azt tanultad, amit te napi szinten használtál, ami napi szinten kellett. Így van, így van. Uh-huh. Ez ennyivel adott nekem ez a olyan többet, mint az eddigi, mert az és most személyre nekem, amire nekem szükségem volt.
Sőt, még azon belül is kértem azt, hogy tegyük át minden mondatot tegeződbe, mert az abban megy mindenkivel tegeződik, és akkor én már eleve úgy tanultam meg a mondatokat, de hogy tényleg használom. Úgyhogy tehát nagyon személyre szabott volt. A magázó tegeződő az nyilván mind a két változathoz szükséges, de szoktunk olyat is csinálni, hogyha van egy alap mondat, hogy bekötöm a sebét, akkor bekötötte ön már a sebemet? Igen, bekötöttem a sebét. Ki kötötte be, mikor kötötte be, én kötöm be, szeretném, ha bekötni. Tehát lásd, hogy van egy kifejezés, és nem sem megfogni téged, azt jelenben, múltba, ilyen mondatba, olyan kérdésbe, könnyedén bármikor tud használni. És ha ez százféleképpen kijön a szádon, esélyed sincs arra, hogy ne rögzüljön. Ez csak a személyre szabott programra mondtam, hogy még ezt is átértük, hogy a... Igen, igen, ez teljesen jó. Erre nagyon. Szuper. Nagyon-nagyon büszke vagyok az elért eredményedre, és legyél egy példa arra, ellenpélda, nagyon sokan mondják, hogy hú, én agyam már nem fog, meg hogy nekem így nehezen megy. Nehezen megy, de megkívástam hajni. Így van, és hogy itt van az eredmény, és hogy az igen. A biztonság. A többieknek, hogy 66. életében be vagyok. Tehát nem most jöttem ki az iskolapadból, és mindig rászántam magam, hogy tanul. Margit, hatalmas nagy példa vagy, azt gondolom, nagyon sok mindenkinek, és joggal lehetsz büszke arra az eredményre, amit elértél. Igen, büszke is vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok. Szuper. Találkoztunk. Nagyon köszönöm, hogy elmondtad így a véleményedet, és beszámoltál az elért eredményeidről. Én további sok sikert kívánok neked, és ugyanúgy várjuk a Messenger üzenetbe a friss híreket, hogy milyen helyzeteket tudtál sikeresen megoldani. További sok sikert kívánok, és nagyon... a diákoknak is, tanulóknak is. Jó egészség. Nagyon-nagyon köszönjük. Szia, majd. Sziasztok.